Az Európai Madár Megfigyelő Napok programot a Madártani Szervezetek Világszövetség a BirdLife International indította útjára 1993-ban, amelyhez Magyarország is csatlakozott. A rendezvény európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról. A kutatási tevékenység fontos részét képezi a madárgyűrűzés, de az esemény nyilvánossá tételével a természetvédők egyéb célok elérésére is törekszenek. A madárgyűrűzésnek van egy nagyon fontos ismeretterjesztési funkciója is, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereket kicsikét közelebb hozzuk a természetvédelemhez, madárvédelemhez, az egyes fajokat megismertessük őket. Egy sokkal közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki ember és madár között azáltal, hogyha testközelből, kézből tudják az emberek megcsodálni, megismerni ezeket az állatokat, és lehetőségük van beszélgetni, kérdéseket föltenni a madarakkal kapcsolatban. A gyerekek a saját tenyerükben érezhették az apró teremtmények szívdobbanását, mielőtt szabadon engedték őket. A madárgyűrűzést, illetve az állatok vizsgálatát viszont csak hatósági engedéllyel rendelkező szakember végezhette. A gyűrűzés során alapvetően a vonulófajokat tudjuk megfogni. Itt Szolnok térségében az Alcsi Hortisza mellett van olyan 30-40 vonuló madárfaj, ami aránylag rendszeresen szokott előfordulni. A fészkelők egy része már elvonult mostanra. Őket az egész éves felmérések során tudjuk az élőhelyekről kimutatni, de mondhatjuk azt, hogy annak összetően, hogy nyílt víz, nádas élőhely, bokros és erdő is egyaránt előfordul, így az itt fészkelő fajok száma a 40-et eléri. Az énekes madarak megvizsgálásának egy nagyon fontos eszköze a bokros helyen kifeszített függönyháló, amelynek segítségével sérülésmentesen tudják a madarakat befogni. Ezután megállapítják és lejegyzetelik az állat kondícióját, szárnyai és kormánytolla hosszát, tömegét és zsírtartalékát, majd a lábára erősítik az erre a célra készített alumínium gyűrűt. Ezen a gyűrűn látható egy Budapest felirat, illetve a madár egyeni azonosítását lehetővé tevő számsor. Ezáltal a madár, hogyha később ismételten kézre kerül, akkor pontosan azonosítható lesz, olyan, mint nekünk a személyigazolványunknak a száma. A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai civil közösségekkel összefogva rendszeresen szerveznek madár megfigyelő túrákat. A közeljövőben például az ősz egyik legszebb eseményét, a daruvonulást csodálhatják meg szakemberek vezetésével az érteklődők.